5 év, 5 gyertya. 5. születésnapját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezete. A tagság az utóbbi 5 évben megtízszereződött, és a belgrádi szervezet a VMS egyik legaktívabb közösségévé vált. A következő fontos céljuk az, hogy bekerüljenek a belgrádi önkormányzatba. Prvi uspeh, že smo opstali, što smo se proširili, što smo stabilizovali članstvo, napravili dobru atmosferu, što svi zajedno radimo jedni za druge, što se širimo, što smo uspeli polako da osvajamo i prostor vezan za izbore, koga posljedno smo proglasili listu 2014. godine, tako da se nadamo da ćemo nastaviti sa dobrim i interesantnim tribinama i da ćemo privući još više naših ljudi. Pásztor Bálintot mindig is a belgrádi szervezet keresztapjának tartották. Ő volt ugyanis az egyik kiötlője annak, hogy a szerb fővárosban alakítson szervezetet a Vajdasági Magyar Szövetség. A belgrádi VMS minden várakozást felülmúlt az utóbbi években. Az elmúlt 5 év bebizonyította azt, hogy nem az állampolgárság volt az, ami ezeket az embereket vonzotta, hiszen még mindig itt vannak annak ellenére, hogy a nagy részük nem tesz eleget a föltételeknek, elsősorban a származásra vonatkozó föltételeknek, és mégis egy nagyon jó közösség alakult itt ki, és az elmúlt 5 év bizonyította, hogy itt Belgrádban a VMS-re szükség van. A megalakítás 5. évfordulója alkalmából Nebojša Marjanović belgrádi elnök üvegemlékplaketteket adott a legnagyobb támogatóknak. Az elismerést Pásztor István pártelnöknek, Pásztor Bálint köztársasági képviselőnek, Kern Imre államtitkárnak, a VMS központi irodájának, Váradi Emir egykori nagykövetségi dolgozónak, valamint Dezső Jánosnak, a belgrádi Kollégium Hungaricum igazgatójának ajándékozták. A Magyar Kulturális Intézet 2,5 éves fennállása alatt többször együttműködött a VMS-szel. Tulajdonképpen ez egy lehetőség, hiszen itt kibontakozhat a mi együttműködésünkbe az itt élő magyarok identitása, új színeket kaphat és tartalmat, ezen kívül pedig hát a két nép baráti közeledését, egymás közötti bizalom felépítését. A tagság száma folyamatosan nő, a leghűségesebb tagok pedig már a kezdetek óta látogatják a szervezet rendezvényeit. Katarina Czolić magyar gyökerei miatt csatlakozott a VMS belgrádi szervezetéhez. Beléptem azért, mert nagyon sok érdekes kulturális események vannak, történetek, és szép barátkozások, találkozások, még sok munka. Érdekes, jó munka. A VMS-nek a szerb fővárosban több mint 250 tagja van. 5 év alatt mintegy 60 lakossági fórumot szerveztek, és már 3 helyi szervezetük van Belgrádban. A tervek szerint jövőre további 2 helyi szervezet jön létre. A belgrádi VMS 2014-ben vált a párt 4. városi szervezetévé, de 2011-es megalapítása óta ez az egyetlen Vajdaságon kívüli tömörülés.